Főképp német, osztrák és magyar táblás autók várakoztak a Szerbiába való belépésre a Horgos-Röszke autópálya határátkelőn vasárnap délelőtt három sorban, általában 30-tól 60 percet. A magyarországi utasok virágvasárnapi bevásárlásra vagy kirándulásra jöttek, az Ausztriában dolgozók csak villámlátogatásra, a németországi vendégmunkások pedig már a húsvéti szabadságra tértek haza. Dragan Jovanovics Bécsben dolgozik, azt mondja, a magyar oldalon csak pár percet vártak, ott is három kapu dolgozik. Mi idemo do kuće, idemo do zdanja da završimo neke poslove privatno, ovaj. Pravda vam kažem da kupimo prase za Uskrs. A Jánosi család Budapestről érkezett, fél óra alatt jutottak át Szerbiába. A szabadkai szecesszióra vagyunk kíváncsiak, ezt szeretnénk megnézni, még nem jártunk ott. Tehát egy kis látogatásra mennek Szabadkára, városnézés? Városnézés, látogatás, így van. Virágvasárnap van, lesz-e vásárlás is? Azt nem tudom, meglátjuk, majd alkalom szüli az esetet. A buszsávban alakult ki a leghosszabb sor Horgosnál. Több órát várakoztak a vendégmunkásokkal és diákokkal teli autóbuszok. A Horgos-Röszke autópálya határátkelő helyen az autóbuszok vesztegelnek a legtöbbet. A mögöttem látható autóbusz sofőrje azt mondta, hogy a magyar oldalon reggel 4 órakor álltak sorba, 8 busz volt előttük, és reggel 9 órakor értek át ide a szerb oldalra. Németországban megkezdődött a tavaszi szünet, a húsvéti szünidő, és emiatt sokan jönnek most haza. A szerbiai határrendészek minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy a húsvéti ünnepekre várható nagyobb torlódás esetén is gyors és zökkenőmentes legyen az országba való beléptetés, mondta Draženko Tomić, a horgosi határrendőrség parancsnok helyettese. Trenutno nema zadržavanja graničnog prelaza, radi se tri saobraćajne trake plus autobusi, očekuju se gužve, mi smo spremni, tako da neće biti nikakvih problema što se tiče gužvi i zadržavanja graničnog prelaza. Szabadkán a Halasi úton a délelőtti órákban a Kelebia Tompa átkelő irányából sok magyar táblás autó tartott az Ócska piac felé, déltől pedig onnan vissza a határ irányába.